Itt állunk Dobason a templomdombon, és hát óriási munkálatok zajlanak. Rász Tibort kérdezem, hogy mi zajlik éppen most itt? Hát egy év kihagyás után újra folytatjuk a templomdomb feltárását. Ez ugye egy tervásatás, amit a Ferenci Múzeumi Centrum és a Közösségi Régészeti Egyesület végez. Egy nagyon gazdag és kiterjedt lelőhely centrumában vagyunk. Itt ugye már restóval 10 éve, vagy több mint 10 éve végzünk feltárásokat. Itt tőlem balra található a középkori templom, a középkori Dabasnak a temploma, ami ugye elpusztult, és a 18. században elhordták a romjait, és a templom közvetlen környezetében található a templom körüli temető, és az idei feltárásunknak az a célja, hogy ennek a temetőnek a keleti részét minél nagyobb felületen, minél nagyobb mértékben föltárhassuk. Mikor kezdődtek a munkálatok, és nem tudom, hogy ilyenkor látszik-e a vége? Hát ez egy végtelen történet érzésem szerint. Tehát ténylegesen szinte minden évben végzünk feltárás Dabason, és ez a kedvenc lelőhelyem az összes közül, de akár így megyei szinten is mondhatom, hiszen rendkívül gazdag, és az idei évben összesen 3 hetünk jut sajnos csak a tervásatásra, de sikerült úgy szervezni, hogy nagyon nagy létszámban vannak itt a részvevők, és ki kell emelnem, hogy kizárólag önkéntesekkel és régész hallgatókkal ásunk, tehát egy igazi tervásatás, és ezzel a tervásatással igazából a civil szférának az egyik igényét elégítjük ki, ugyanis ők azok, akik szeretnének aktívan részt venni a terepi régészeti kutatásba, és mi ezt tudjuk kínálni, mint izgalmas lelőhelyet, meg gazdag lelőhelyet. Hát az a terv, hát most így nagyjából a közepébe vagyunk, a sűrűjébe vagyunk, és a jövő hét vége fele szeretnénk levonulni. Már az első héten nagyon gazdag leletanyag került elő. Említésre méltó egy kislány, akinek a temetkezése 14. századra keltezhető. Egy bronz veretekből, vagy bronz lemezekből préselt párta dísztette a fejét. Ez teljesen in situ volt, tehát eredeti helyzetben sikerült föltárni. Előkerült sajnos másodlagos helyzetből, törött állapotban egy köves ezüstgyűrű, amiből már volt hasonló innen a templomdombról, ez egy annál szebb példány, illetve előkerült egy arany esvégű karika, ami az Árpád-kor időszakára keltezhető, ilyen bordázott esvégű, és ez egy igazi ritkaságnak számít, ez nagyon ritkán jön elő az ország más településein is. Hát egyértelműen jelzi azt, hogy az itteni megtelepedés és a temetkezések jóval arra az időszakra, az előtti időszakra mennek vissza, hogy az első említése Dabasnak megtörtént, ez a 13. század második felében említik az írott forrásokban, hát ezek a leletek az Árpád-kor elejére, első felére keltezhetőek. Mikor láthatja a közönség azokat a leleteket, amik itt a napvilágra kerülnek? Ez mindig izgalmas kérdés, hiszen én is most először járok ilyen feltáráson, természetesen mi is, amit lehet, majd meg fogunk nézni. Na de hát a nagy közönség elé mikor tárható ez a lelet csomag? Hát most egy konkrét választ tudok adni. Jó év februárban, illetve márciusban lesz látható egy szentendrei helyszínnel megnyíló kiállításunk, aminek egy reprezentatív igénye van, tehát ezzel szeretnénk bemutatni a közösségi régészeti programunk keretein belül előkerült leleteket, tehát nem csak a tervásatások során feltárt, vagy a leletmentések során feltárt leleteket, hanem azokat az emlékeket is, fémleleteket, amelyet a múzeummal együttműködő hobbi keresősök hoztak be az intézményünkbe, tehát több ezer, tízezer tárgyról beszélünk, és ezeknek a restaurálása zajlik jelen pillanatban gőzerővel, és ennek a kiállításnak a szakmai előkészítése zajlik. Ebben egy kiemelt helye van a dabasi tervásatásnak, mert ugye hát évek óta ásunk, és tényleg nagyon szép és gazdag emlékanyag kerül elő. Tehát igen, ez egy olyan kiállítás lesz, ami jövőre nyílik, és hogyha sikerül a céljainkat megvalósítani, akkor intézményi összefogással szeretnénk ebből egy országos kiállítást, tehát megkeressük azokat az intézményeket, megyei gyűjtőterületű múzeumokat, ahol szintén futnak közösségi régészeti programok, és közösen egy országos igényű vándor kiállítást szeretnénk összerakni.